Kőbányán, ahogy az egész országban sikeresen lezajlott a központi felvételi vizsga. A középiskolába jelentkező diákok írásbelie a pandémiás szabályok betartása mellett történt. Azoknak a diákoknak, akik esetleg karanténban voltak a megadott napon, rendelkezésükre állt pótvizsga időpont is. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy legyenek pótfelvételik, ugyanis azok a diákok, akik vagy covid fertőzés miatt, vagy igazoltan karanténban eltöltött idő miatt nem vehetnek részt a, a, felvételi vizsgán, az ő számukra kell pótnapot kijelölni. A pótnapok meghatározásánál az új karanténszabályokat a hét napra rövidített időszakot vették figyelembe. Pótlóírásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhattak, akik az előző írásbelén alaposok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre ismétlésre nincsen mód. A diákoknak és a szülőknek nem kell sokat várniuk az írásbeli felvételi vizsga eredményeire. Február elejéig javításra kerülnek a dolgozatok. A köznevelési intézmények február 3-ig tájékoztatják a kedves diákokat, azonban a felvételi vizsga másnapján az oktatási hivatal a honlapján közé teszi a vizsgasort és a javítási kulcsot, tehát már rögtön másnap lehet nézegetni, hogy sikerült megoldani vagy nem sikerült megoldani, és nyilván az erre rendelkezésre határidőn belül az iskola minden diákot kiértesít, hogy hogy sikerült a vizsgája. Vannak olyan középiskolák, amelyek az írásbeli felvételén túl a szóbeli vizsga teljesítményéhez is kötik a diákok felvételét. Az írásbelit követik a szóbelik, február 22 és március 11 között lesznek a szóbeli vizsgák. Azok az is középiskolák tarthatnak szóbeli vizsgát, ahol a dokumentumaikban elő van írva az írásbeli vizsga, továbbá azok az intézmények, ahol az elmúlt három évben több mint kétszeres volt a a jelentkezés. Nyilván itt nagyon szükséges, hogy valamilyen mutatók alapján tudják szűrni, hogy kik a legjobban felkészült, vagy a leginkább odavaló diákok abba az intézménybe. Az írásbeli és a szóbeli vizsgákat követően az intézmények összesítik az elért felvételi eredményeket. Az iskolák a felvételi kérelmekről a hozott tanulmányi eredmények és a felvételi vizsgán elért pontok alapján döntenek. Március 16-ig nyilvánosságra hozzák a középfokú iskolák a felvételi jegyzéket, az összesített eredményt, és nyilván a rangsort is, ahol a diákok OM azonosító alapján vannak jelezve, tehát az alapján fogják látni, hogy adott iskolában a rangsorba hova kerültek, majd ezt követően még a jelentkezésüket lehet módosítani egy iszben, március 21 és 22 között, azonban itt már nem új iskolát választhatnak, hanem az adott iskolába, hova beadták bizonyos tanulmányi területekre. A tanulmányi területek között lehet módosítani, de új iskolát már így nem lehet megjelölni. És az iskoláknak van egy határideje, ez az április 29, amikor közvetlenül ki kell értesíteni a diákot arról, hogy sikerült a felvételje, vagy elutasították. Természetesen ezek ellen a határozatok ellen jogorvoslattal érhetnek a diákok és a kedves szülők. Majd június 22 és 24 -e között lesz a beiratkozás a középiskolákba, és a amikor már látják, hogy kik azok a diákok, akik nem kerültek be, és nyilvánossá vágik országosan, hogy mely középiskolákban vannak még üres helyek, akkor itt a kedves szülőknek és a diákoknak még mindig van lehetősége május 9 és augusztus 31 között arra, hogy közvetlenül azokat a köznevelési intézményeket megkeressék, ahol még vannak üres felvételi helyek, és oda még tudjanak jelentkezni. Általában az a gyakorlat, hogy minden diák bekerül valamelyik középfokú iskolába, vagy szakképző intézményben. A diákok szóbeli vizsgája az írásbelihez hasonlóan szintén a szigorú pandémiás szabályok mentén lesz megtartható.